Aki egyetért az SZIA bevallás tervezetében foglaltakkal, és azon nem változtat, annak május 21-ével automatikusan bevallásá válik a tervezete. Tehát évfélig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a NAV által készített SZIA bevallási tervezetet, illetve rendelkezni az adó 1 plusz 1 százalékáról, amit legegyszerűbben az ügyfélkapuval rendelkezők tehetnek meg a NAV honlapjáról elérhető e felületen. Aki nem véglegesíti a tervezetet, nem is nézi át, annak az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve automatikusan érvényes bevallásá válik a tervezete május 21-ével. Ma még a Nemzeti Adó és Vámhivatal összes központi ügyfélszolgálata 18 óráig, valamint a 18-19-es számon ingyenesen hívható NAV infóvonal 20 óráig hosszított nyitva tartással várja azokat, akik a tervezettel, bevallással vagy az 1 plusz +1 százalékkal kapcsolatban segítséget kérnek.